Saját részre szerzett be vényköteles, de nem TB támogatott gyógyszereket az az STK-ban dolgozó ápolónő, aki ellen hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a szolnoki járási ügyészség. Tavaly májusban szerezte meg a három orvos nevére kiállított üres recepteket a Jászhegyközi Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház rendelő intézetében dolgozó szolnoki 46 éves ápolónő. A vényeket aztán kitöltötte, aláírta és le is pecsételte az orvosok tudta nélkül, majd ezekkel vényköteles, de nem TB támogatott altatót váltott ki. A nő a hamis vényekkel összesen 11 alkalommal váltott ki vényköteles gyógyszert a szolnoki gyógyszertárakban. Az ügyészség a vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. A szolnoki járási ügyészség vádiratot nyújtott be egy 46 éves nővel szemben hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt. A vádirat szerint a nő 2022. májusában, mint a szolnoki Hetényi Géza kórház ápolónője, három orvos nevére szóló vényeket szerzett meg, majd az üres vényeket saját nevére kiállította, és azokat az orvosok tudta nélkül aláírásra és pecséttel látta el. Ezt követően a nő 11 alkalommal váltott ki vényköteles, de nem TB támogatott altatót szolnoki gyógyszertárakban. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a nővel szemben, az ügyben a szolnoki járásbíróság fog első fokon dönteni.